Üdvözöllek benneteket, harmadikosok! Zolcer Andrea vagyok, és a Sinkovics József műszaki középiskolában tanítok magyar nyelv és irodalmat. A mai témánk a humorhoz kötődik, a humoreszk műfaja a magyar irodalomban, illetve ennek jeles képviselője, Karinti Frigyes. Először is tekintsük át, hogy milyen eszközöket alkalmaznak az irodalomban, amelyel a humort ugye, ki tudják fejezni. Megemlíthetjük a komikumot, az iróniát, a szatírát, paródiát és a travestiát. Itt láthatjátok mindegyiknek a rövid meghatározását. Tehát egy humoros történet lényege a komikum, tehát egy olyan szituáció vagy bármilyen elem alkalmazása, ami nevetést vált ki az olvasóból, akár egy szereplő jelleme például és hogyha a komikum nincs meg a történetben, akkor ugye nem is beszélhetünk humorról. Különböző műfajokban alkalmazzák a komikumot, anekdotákban, ugye egy, egy híres személyhez kötődő csattanós történet, bohózatokban, humoreszkekben, paródiában, és ugye beszélhetünk helyzet, illetve jellem komikumról. Helyzet komikum azt jelenti, hogy ha az adott szituáció a humor forrása, a jellem komikum viszont amikor ugye egy adott jellem, egy személynek a viselkedése a nevetséges, a humoros. Másik eszköz az irónia. Az irónia kicsikét már összetettebb és talán nehezebben érthető eszköz az irodalomban, amikor valójában a kimondott szó jelentése nem egyezik meg azzal, amit igazából gondoltunk, hanem inkább mondjuk a, a, a kimondás, a közlés módja utal arra, hogy mire gondolunk igazából, tehát egyfajta rejtett gúnynak is nevezhetjük az iróniát. A másik eszköz a szatira. A szatira már egy komolyabb, egy, egy komolyabb maró gúny, ami már egyértelműen érzékletesebb, és jellemző általában a fölényes viselkedés. Tehát, hogy valamit lekicsinyítünk, esetleg fölnagyítjuk, túlzásba visszük, eltorzítjuk az adott tulajdonságokat, és ugye szinte, szinte, szinte már groteszké tesszük ezeket a, ezeket a jellemzőket. A paródia szintén népszerű műfajtípus, illetve irodalmi eszköz, amikor egy adott művet, vagy egy alkotó munkásságát, vagy egy műfajt próbálunk komikussá tenni, nevetségessé tenni, itt is ugye lehet nagyítani, kicsinyíteni, torzítani, túlozni, illetve a travesztia, amikor egy komoly irodalmi alkotást próbálunk komikus formában átírni. Tehát ugyanazt viszont humoros módon átváltoztatjuk. Itt láthatjátok Karinti Frigyest a középpontban. Karinti frigyes életének, illetve munkásságának néhány fontosabb, érdekesebb elemét emeltem ki. Ott fönt látható egy idézet tőle, humorban nem ismerek Tréfát. Tehát igazából ez már mindent elmond Karintiról, és hogy ő milyen személyiség is volt. Budapesten született egy értelmiségi családban, és kilenc, kilencen voltak testvérek összesen, sajnos közülük csak hatan nőttek fel. Később aztán gimnáziumi évei alatt nagyon érdeklődő típus volt ő egyébként, nagyon sok minden érdekelte, de voltak olyan tantárgyak, amelyeket nem szeretett, és több tantárgyból meg is bukott. Apja ezért nagyon haragudott rá, de később megmutatkozik ugye a tehetsége, és már, és már, fiatalon elkezd műveket írni, és sikerül is mindezt kiadni. Egyetemre több helyre elindul, érdekli őt az orvostudomány, a filozófia, az irodalom, szinte minden, bejár órákra, de diplomát végül nem szerzett. Újságíróként is dolgozik, íróként, műfordítóként, és a humoros, szatirikus próza lesz az a stílus, ami igazán ismerté teszi majd az ő nevét. Úgy gondolta, hogy a humor által ismerhető meg a világ leginkább, a világ és ugye a benne élő emberek. És úgy, mint nagyon sokan a pályatársai közül, ő is a nyugat lapjain tűnt fel, és itt közölte első fontos írásait. 1960-ban kezd dolgozni az Újság című lapnál. Azért érdekes ez az életrajzi adat, mert hogy itt ismerkedik meg Kosztolányi Dezsővel és Csát és ugye az ő barátságuk, Kosztolányi és Karinti barátsága nagyon-nagyon híres, és nagyon sok vicces, tréfás vers és íromány is született az ő barátságukból, egy egész életen át tartott kettejük között. A képeken feleségeit láthatjuk. Az első képen a kalapos hölgy Judik Etel, aki az első felesége volt, és közös gyermekük Karinti Gábor. Sajnos a hölgy spanyol náthában 18-ban elhunyt, és utána feleségül vette Bőm Arankát, gyermekük Karinti Ferenc. És hogyha már szó volt kasztalányról, akkor nézzétek meg ezeket a képeket. Már itt is látható, hogy milyen viszonyban voltak, ugye a humor, a viccelődés, egymás csipkelődése nagyon, nagyon meghatározó eleme volt az ő barátságuknak. Karinti Frigyes, milyen műfajokban alkotott, mi, mi, által vált ő ilyen nagy névvé a magyar irodalomban? Hát műfai szempontból nagyon-nagyon sok mindenben jeleskedett. Publicisztikai műfajokban, riport, tudósítás, karcolat, kroki, emellett ugye a paródia, humoreszk, de írt novellákat, verseket, színművet, tehát ugye a dráma, sőt műfordító is volt, és kritikus is. Tehát, ha ezt áttekintjük és megnézzük, akkor azt mondjuk, hogy tényleg mindenhez értett, és ez ugye így is volt. A művekben megjelennek ugye filozófiai gondolatok, tehát a mély, a mély mondani való, nem csak a humor, abszurd formák, fekete humor, groteszk, szójátékok, tehát voltak olyan szavak, amelyeket ő talált ki, például a szó, amit a mai napig használunk, és a magyarázom a bizonyítványom kifejezés, ugye a tanár úr kéremből származik, ezt is a mai napig használjuk, sőt, nem is érezzük azt, hogy ez, ez a fajta uh, megfogalmazás nem létezett korábban. Első nagy sikere az Így Írtok paródia kötet volt, amelyben összegyűjtötte kortársait, és kortársainak egyes műveit parodizálta, eltúlozta egyes jegyeiket, a szóhasználatukkal játszadozott, és egyébként nagy örömmel fogadták ezt a kötetet. A pályatársak szinte megtiszteltetésnek érezték, hogyha belekerülhettek, tehát semmiképpen nem sértődtek meg azon, hogy ki paradizálta őket. Itt láthatjátok műveit kategorizálva. Lirai alkotásai, verses kötetek, kettő verses kötetet emeltem ki. Természetesen ez nem az összes mű, utána lehet nézni, akit érdekel. Epikai alkotások közül, regények. Regények közül kiemelném az Utazások kopanyám körül című regényt, ugyanis Karinti sajnálatos módon agydaganatban szenvedett, és meg is kell műteni és a műtét élményéről szól ez a regény. Tehát ugye elképzeli, hogy ahogyan műtik, hogyan is történik mindez. Tehát a műtét közbeni állapotot mutatja be ez a regény. Novellás kötetek, humoreszkek gyűjteménye, paródia kötet, szatirák, elbeszélés kötet, műfordítások, ugye Mici Mackót Karinti fordította le, illetve drámákat is írt, látjátok itt a címeket, tehát tényleg egy sokszínű egyéniségről van szó, és, és rengeteg művet köszönhetünk neki. Térjünk rá a humoreszk meghatározására. Mi is a humoreszk? A humoreszk egy prózai műfaj, kisepikai műfaj, tehát rövid terjedelmű, és általában ez a lényeg, hogy minél, minél rövidebb terjedelmű legyen, és ebbe belefoglalni azt, ami ugye a humor forrását jelenti. Könnyed a hangvétele a humoreszknek, és alkalmazza a gúnyt, az iróniát, a groteszk elemeket. Karinti még ehhez is sajátos módon nyúlt, kialakított egy sajátságos karinti műfajt a humoreszken belül, ha lehet így mondani, ami egy átmenetet jelent paródia és humoreszk, illetve a novella és a humoreszk között, tehát nem tipikus humoreszkeket írt a definíció alapján, mert hogy belesző egy kis mesét, szatírát, publicisztikával keveri, a publicisztikai műfajokkal, eszközökkel. Tehát egy sajátos karinti humoreszket alkot meg. A humoreszkek közül többet kiemelhetnénk, de talán a legismertebb humoreszk kötete a tanár úr kérem. Biztosan hallottatok már erről, általános iskolában is olvashattatok részletet, egy-egy kis fejezetet ebből a kötetből novellaszerű humoreszkekhez tartalmaz, illetve nevezhetjük karcolatok füzérének is, mert hogy karcolat szintén nagyon hasonlít a novellához, viszont publicisztikai jellegű, tehát ezeknek az egyvelege lenne a tanár úr kérem. 1916-ban jelent meg, és nagyon érdekes kötetről van szó, közel áll a diákokhoz, úgyhogy ajánlom mindenképpen, hogy olvassatok vele, ha még nem, ismer, nem ismeritek, Visszaemlékszik Karinti a diák évegre, tehát nosztalgia hatja át ezt a kötetet, és különleges érdekes szituációkat ír le, tényleg minden egyes rész igazán tehát egy élményt nyújt szórakoztató. És az is érdekesség, hogy Kosztolányinak ajánlotta ezt is nagy barátjának, mert hogy Kosztolányinak volt ugye egy nagyon híres verseskötete, a szegény kisgyermek panaszai, és ugye itt Kosztolányi belebújt a gyermek jön magába, tehát szereplirát alkalmazott, és a gyermeki nézőpontból írta meg ezeket a verseket, hát akkor Karinti is itt pedig ugye diák, diákként jelenik meg, tehát ez is egyfajta szerep, a gyermeki nézőpont, vagy a diák, diákkori nézőpontnak az átvétele, és ugye felnőttként próbál így írni. A tanárok kérem sikerét bizonyítja az, hogy számtalan nyelvre lefordították, itt látjátok, tehát angol, bolgár, cseh, orosz, szebb vietnámi nyelv, tehát nagyon népszerű az egész világon, és különböző feldolgozások is születtek, ez például egy zenés játéknak a, a, posztere, illetve egy jelenet egy színpadi előadásból, tehát készült belőle film, hangos könyv, illetve hát ugye színpadon is játszák, a Karinti Színházban játszák legtöbbször, ugye természetesen névadójuknak a műve. Nézzük, miből is áll a tanár úr, kérem, epizódokra osztható. Látjátok, itt kiemeltem az epizódok címeit. A bevezetéssel indul. A bevezetőben kiderül az, hogy a 27 éves író hirtelen azon kapja magát, hogy újra 16 éves, és 16 éves korában csak álmodta azt, hogy ő már felnőtt. És álmában úgy tapasztalta, hogy a felnőtt lét, felnőttnek lenni nagyon rossz. Boldogtalan volt, író lett, viszont boldogtalan volt úgyis, és nagyon-nagyon hálás azért, hogy még mindig 16 éves, és hogy újra iskolába mehet, tehát nem kell neki felnőttként élnie. Tehát itt már ugye a valóság összekeveredik az álommal, és az, ebbe az álomvilágba kerülünk. Majd itt láthatóak az epizód címek ezek közül. Ismert, remélem, hogy ismert címek is szerepelnek itt, amelyeket ti is olvastatok már, például a jó tanuló felel, a rossz tanuló felel, vagy röhög az egész osztály, magyarázom a bizonyítványom. Ugye először az első kiadásban 16 ilyen kis történet szerepelt, 16 kis humoreszk, majd később egy újabb kiadásban még kibővítette négyjel. Tanítom a kisfiamat, elnököltem az osztályvizsgán, szeretem az állatot és a papám címmel, tehát ebből áll össze a teljes kötet tartalma. Mi is az, ami összeköti ezeket a humoreszkeket? Először is az, hogy a szereplők diákok. Tehát minden humoreszknek főszereplői a diákok, ők állnak középpontban, a Tanárok is jelen vannak, de ők mellékszereplőként tűnnek fel, tehát nem ők állnak a fókuszban. A kamasz élet. A kamasz élet nagy kérdései, nagy válságai, nagy problémái és élményei kerülnek valójában a történet középpontjába. Tehát felébredés, sietés az iskolába, elkésés, a felelés izgalmai, ugye ezt mindannyian átértétek, most is ugye ebben vagytok, dolgozatírás például, de mindez vegyül érzelmi töltettel is. Tehát az is érdekessége ezeknek a humoreszkeknek, hogy Karinti nagyon hülyen átadja az Érzelemvilágot, tehát mindazt, amit a diákok átélnek, a szorongás, a félelem, a boldog pillanatok, ugye elevenen jelen vannak a lapokon és a történetekben. Tehát újra átélhetjük diák éveinket, hogyha mondjuk idősként, idősebbként olvassuk ezeket a történeteket. A humornak a forrása az lenne, hogy ezek hétköznapi események, tehát mindenkivel megtörténtek, viszont feltölti karinti iróniával, feltölti groteszk helyzetekkel, tehát ilyen furcsa, vicces szituációkkal, ami nevetést vált ki az olvasóból, és egy igazi élményé válik. A helyszínek nagyon egyszerűek, vagy otthon játszódik, vagy az iskolában, illetve még az Antikvárium, egy helyszín Budapesten, itt is játszódik néhány történet. És ugye a kötet végén visszatérünk újra 27 éves Karintihez, aki ugye ráébred arra, hogy, hogy mégiscsak ez egy álom volt, és, és, hogy ő valójában egy író, aki, aki ezt valamikor átélte, de ma már csak a könyv olvasása során tudja újra átélni. És egy ilyen önirónia is megjelenik a végére, mert kifejezi azt, hogy az irodalom csak játékos hazudozás, mert hogy hát ugye most elhazudta a múltját, valamikor ez megtörtént, de ő már nem 16 éves. És ugye végére egy kis házi feladatként hoztam egy ilyen érdekes kis szöveget, nem annyira ismert részei ezek a tanár úr kéremnek, a magyar dolgozat. Két magyar dolgozat szerepel ebben a kötetben, az egyik a háromnegyedes dolgozat, a másik meg az egyfeles dolgozat, és ez két diák munkáját mutatja be. A háromnegyedes dolgozat lenne a rosszabbul sikerült dolgozat, mert hogy a négyes osztályzat volt akkor a legrosszabb jegy, az egyes osztályzat meg a legjobbnak számított, és akkor ez lenne a rosszabbul sikerült. Olvassátok majd el, és próbáljátok megfejteni azt, hogy miért gondolta Karinti, hogy ez a diák ugye Petőfiről, Petőfi költészetéről nem olyan sikeres dolgozatot írt, vajon miért, miért számít ez kevésbé jónak, tehát ez lenne az első, a háromnegyedes dolgozat, még a végén meg is adta ugye a kitalált diáknak a nevét, ugye a hatodik B, hatodik B-be jár, illetve a jól sikerült, ugye ötös térő dolgozat, Petőfi és Lira, részleteket emeltem ki, tehát nem, nem, a teljes szöveg található itt, ez pedig ugye, Látjuk, hogy Goldfinger Rezsőtől származik, szintén hatodik osztályos tanulótól. Köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett ez a téma, és hogy majd el fogjátok olvasni ezeket a dolgozatokat, illetve ajánlom a teljes kötetet, mert egy igazi élményt fog nyújtani nektek most is, és idősebb koratokban is.